Ma Magyarországon egy olyan cég működik, ami műtrágyagyártással foglalkozik, 7 éve kihasználja a gazdákat, magasan tartja az árakat a magas gázár ürügyén, mondta Jakab István, a MOGOSZ elnöke szerdán Egerben. Egy olyan ember, aki 7 esztendőn keresztül kartelezik, bizonyítottan kartelezik, és még ő az, aki most zsarolni próbálja a gazdákat azzal, hogy ha egy nap alatt nem nyújtja be, vagy nem adja le a rendelését, akkor majd már ő külföldre kiszállítja a műtrágyát Magyarországról. Az az ember, aki ezt a céget bármennyire is másképp ítéli meg, igenis nagyon kedvezményesen meg tudta vásárolni, egyeduralkodóvá vált, és most kiszolgáltatotta akarja tenni a gazdát, és ezáltal valamennyi magyar embert. Bizonyítottan csalt, bizonyítottan meglopta az embereket bűntársaival együtt, bizonyítottan kárt okozott, akkor ez szíveskedjen megtéríteni. Hozzátette, a gazdasági és versenyhivatal több mint 11 milliárd forintra büntette a nitrogénműveket. A MOGOSZ elnök szerint 5 millió hektár kell trágyázni hazánkban. A magas árak miatt kevesebb műtrágyát tudnak vásárolni a gazdák, ami terméskieséshez vezethet. Szerdán 230 ezer forint per tonnáról lehetett műtrágyát vásárolni. Ezt értjük, hogy a gázárak megemelkedtek, de a gázára közben beszakadt. Tehát ez azt jelenti, hogy ma a műtrágya ár, ha a mostani árat néznénk, akkor is 35 ezer forintra kellene a mai gázárakhoz igazítottan a műtrágyát biztosítani a gazdák számára. Szendrei László szerint katasztrófához vezet, ha továbbra is ilyen magas marad a nitrogén alapú műtrágya ára. Bekészletezni műtrágyából csak a nagyobb gazdák tudtak, tehát itt Heves megyében mintegy 10% tudott bekészletezni, 90%-a vagy napi mennyiséget tud vásárolni, vagy megpróbálja kihagyni. Na most ez nagyon nagy kockázattal jár, hogyha ez a nitrogén alapú műtrágya kimarad a termelésből, hiszen olyan mennyiségi csökkenés várható ezáltal, ami gyakorlatilag egy árfölhajtó hatást fog gyakorolni a piacra. Tehát abban nem hiszek, hogy kevés lenne a magyar nemzetnek az a búza, vagy az a gabona mennyiség, amit előállítanak a gazdálkodók, de viszont attól nagyon tartok, hogy ez olyan árakban fog történni, ami a lakosság számára borzasztó megterhelő lesz. Tehát ezért is vállaltuk fel annak az ódiumát, hogy beleállunk ebbe a kérdésbe, és a gazdálkodók egyöntetűleg tiltakoznak egyrészt a monopólhelyzet miatt, a kartelezés miatt, és az miatt, hogy gyakorlatilag jogtalanul, mondom még egyszer, jogtalanul emelte az árakat ilyen magasra Bige László, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez az eredeti kerékvágásba kerüljön, és a magyar gazdálkodókat, ezen belül a Heves-megyei gazdákat megpróbáljuk minden körülmények között segíteni. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő miniszterelnöki megbízott arról beszélt, hogy több mint 500 000 ember él az agrárgazdaságból az országban, Heves-megyében több mint 22 000. Kiemelte, a magyar állam szövetséget kötötte a magyar gazdákkal. A baloldaltól nem számíthatnak semmi jóra. A baloldal, a magyarországi baloldal nem a magyar gazdák pártján áll. Ennek vannak egyébként történelmi előzményei, ugye a baloldal volt az Magyarországon, amely lesöpörte a gazdáknak a padlását annak idején, majd termelő szövetkezetekbe kényszerítették be a magyar gazdákat. És amennyiben Magyarországon a baloldal alakítana kormányt, akkor a gazdák bizony nem számíthatnának semmi jóra, hiszen a baloldal az elvenné a gazdáknak a pénzét, eladná a magyar földet, és nem képviselni a magyar gazdák és a magyar agrárium érdekeit sem Brüsszelben, sem pedig idehaza. Ráadásul ugye a gazdák kárán nyerészkedő milliárdos, Bige László, akit ugye az urak is itt említettek, az a magyarországi baloldal pénzügyi támogatója és pénzügyi finanszírozója egyértelműen.